A Reconnect Hungary program résztvevői már több mint egy hete élvezik a magyarok vendégszeretetét, és nem csak ők élvezik ezt az együttlétet, hanem a szervezők is, akik közül Latkóczi Osvá Temesét és Zsigmond Csillát köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Hát a New Yorki székhelyű Magyar Emberi Jogok Alapítvány már 5. éve szervezi ezt a programot. Mégis mi újat tudnak nyújtani évről évre a fiataloknak? Hát ugye vannak tartós elemei a programnak, tudnillik a fiatalok, azok minden évben újak, de alkalmazkodunk a változásoknak is, és az újulásoknak is. Csilla tud erről többet mondani? Na akkor idén milyen újakkal lepték meg a programok tekintetében a fiatalokat? Mindig változik a helyszín például. Vannak ezek a jól bevált programelemek, kincsvadászat, amely által például ők maguk felfedezik Budapestet, Budapest fontosabb helyszíneit, fontosabb műemlékeit, és az idén, mivel 56-os emlékév van, ezt a kincsvadászatot például erre fűztük föl. Ugyanakkor nem csak a Budapestet szeretnénk láttatni az ide látogató amerikai fiatalokkal, hanem Magyarországról is egy képet kellene alkotniuk, illetve fontosnak gondoljuk, hogy eljussanak határon túli magyarokhoz is. Éppen emiatt az idén Somorjára látogatnak. Elmennek a Balatonra, látják a Tihanyi apátságot, eljutnak az idén Hortobágyra, Debrecenbe, ottani egyetemistákkal is találkoznak. Tehát mindig változtatunk a programelemeken. Az idén például egy külön pillér, egy hangsúlyosabb pillér az az, hogy már az itt tartózkodásuk alatt további magyarországi ösztöndíj lehetőségekkel és gyakornoki programokkal is megismerkedhessenek, hogy aki esetleg kedvet kapna ahhoz, hogy hosszabb időt töltsön ezek után Magyarországon, már most egy ilyen első impulzust, vagy egy első hatást, vagy egy első kapcsolatot kialakíthasson. Hát ha már említette a Balatont, akkor nézzük meg, hogyan érezték magukat a fiatalok a magyarok tengerénél. Vidám fiatalok próbálgatják a tihanyi vízhangot. Ők a Reconnect Hungary programra érkeztek az észak-amerikai kontinensről. Elmondásuk szerint életre szóló élményeket gyűjtöttek már eddig is, és bár még nincs vége a programnak, már most nagy vágyuk, hogy tovább mélyítsék Magyarországgal kapcsolatos tudásukat, és egy nap visszatérjenek hazánkba. A szüleim magyarok, még a dédnagyszüleim jöttek Amerikába Magyarországról. A generációk előre haladtával egyre inkább elszakadtunk a magyar kulturális örökségtől, amit most nagyon szeretnék visszakapni. Édesanyám szülei, sőt az egész családja Magyarországról való. A holokauszt miatt azonban el kellett hagyniuk az országot 1946-ban. A családomból azóta senki nem járt Magyarországon, és sok szempontból érezzük azt, hogy elszakadtunk a hazánktól. Éppen ezért én akartam lenni az első, aki visszatér. Kicsit nehéz, hiszen ismerem a történelmet, és tudom, mi történt, de nyitott vagyok, és jók a tapasztalataim. A táborozók már több mint egy hete ismerkednek hazánk történelmével, kultúrájával, az itt élő emberekkel. Sokak számára egy új világ nyílt ki Magyarország felfedezésével. Nagyon érdekes az ország. Nagyon egyedi a művészete és a történelme. Sokkal egyedibb, mint más európai ország, ami eléggé meglepett, mivel elég jól ismerem Európát. Az amerikai és a magyar kultúra nagyon hasonlít. Ez egyszerre jó és rossz. Jó látni, hogy Magyarország fejlődik, de bízom benne, hogy a magyar értékek megmaradnak. A táborozók a kulináris élvezeteket sem hagyták ki. Tihany után Pécsej felé vették az irányt, ahol a magyar gasztronómia különlegességeivel ismerkedhettek meg. Sokak számára nem idegenek a hazai ízek, mivel a tengeren túl is magyar konyhát visznek. Az édesanyám csinál nekem palacsintát, lángost és csirkepaprikást is. Az étel remek út ahhoz, hogy újra kapcsolatba kerülj az otthonoddal. Az édesanyám rengeteg magyar ételt főz. Megtanított körözöttet készíteni, amit imádok. Mondhatni, azon nőttem fel. De csinált lángost és gulyást is. Emellett rengeteg magyar hímzésünk van otthon. Ráadásul a szüleim magyarul beszélnek egymással. Szóval Magyarország az életünk része. A magyar kultúra sokakra olyan nagy hatással volt, hogy Amerikába visszatérve is szeretnék ápolni a magyar hagyományokat. Az örökségem, amihez mindig hűséges leszek. Szeretném megőrizni az itt szerzett tapasztalatokat és hasznosítani őket. Igyekszem elköteleződni a magyar kultúra mellett és továbbadni az értékeit.
Fantasztikus látni, hogy ennek az országnak a lakói mennyire szenvedélyesek és büszkék. Ez csodálatos érzés, és nagyon büszke vagyok, hogy magyar vagyok. Az emberben óhatatlanul megfogalmazódik az a kérdés, hogy ők itt turistaként érzik magukat, vagy be tudnak épülni közénk úgy, hogy megismernek minket. Igen, értem a kérdést, mert tudnélik nagyon jól érzik magukat, de ez nem egy turisztikai program, és ők nem turisták. Tehát úgy gondolunk rájuk, hogy ők a magyar nemzet szerves részei, akár ötöd generációsak is. Ők akartak eljönni, ők szeretnék megerősíteni a magyar identitásukat, a kulturális identitásukat, és az egész program az nagyon interaktív, tehát ők úgy tekintünk rájuk, hogy ők alkotói a magyar kultúrának, ezért ők elmennek táncházba, nem előadást néznek, hanem ők részt vesznek a programokba, és úgy fedezik fel a saját identitásukat. Olyan gazdag a magyar kultúra, én azt gondolom, hogy óhatatlanul sérül, hogy mindent nem tudunk bemutatni nekik. Mire fókuszálnak mégis? Inkább a történelmi múltunkra, ételekre, italokra, zenénkre, mire? Ezekre mind. Úgy próbáljuk, tehát nem lehet egy teljes képet nyújtani, de megpróbálunk mindenből fölvillantani szeleteket. Emiatt nem csak gasztronómiai szinten, étkezés szintjén próbálják ki például a magyar ételeket, hanem ők maguk is részt vesznek egy ilyen főzőprogramon, amelyben hagyományos magyar receptek alapján kis csoportokban főznek. Vagy nem csak a kultúrával, hanem fontos számunkra, hogy a mai élő Magyarországgal is kapcsolatot tudjanak teremteni. Ezért például sikeres magyar startupos fiatalokkal találkoznak. Vagy van informálisabb program, ahol magyarországi egyetemistákkal, itt tanuló külföldiekkel is találkozhatnak, hogy lássák azt, hogy milyen úgy élni Budapesten, vagy úgy élni Magyarországon, hogy az ember nem feltétlenül itt született. Tehát ezekre mind megpróbálunk ráerősíteni, és egy másodpercre visszacsatolva, hogy mennyire magukénak érzik ezt, meg mennyire részesei ennek az identitásnak, az nagyon jól jelzi, hogy az Európa-bajnokság zajlik közben javába, és ők maguk ugyanazzal a tombolással, ugyanazzal a belső tűzzel élik meg ezeket a mérkőzéseket, mint bármelyik magyar fiatal. A rövid távú célja ennek a programnak, hogy itt jól érzik a fiatalok magukat, de mi a hosszú távú programja, hiszen most már tulajdonképpen jubilál ez a program. Igen, ez az ötödik éve, hogy megszerveztük, most már 100 öreg diák is van, sőt ebben az évben van az első öreg diák találkozó itt Magyarországon, és egy fakultatív programra elmennek Erdélybe, a jelen részvevők egy részével is. Tehát ez az élmény, ez csak egy kezdet, ez egy első lépés, egy egész életre szóló elmélyülésben részükről. Amikor visszamennek Amerikába vagy Kanadába, akkor tovább részt vesznek öreg diák foglalkoztatásba, önkénteskednek, tanulnak magyarul, visszajönnek ide egyetemre esetleg, visszajönnek ide üzleteket elkezdeni, tehát, és magukkal egymás között tartják a kapcsolatot. Hát én nagyon szépen köszönöm önöknek a beszélgetést, és kívánom azt, hogy ezt a szenvedélyt és büszkeséget, amit az egyik fiatal említette, ezt majd a vasárnapi meccsen is a szurkolói tömegben élvezzék ezek az észak-amerikai fiatalok. Biztos köszönöm szépen. Köszönjük a meghívást.